Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Újra népszerű a házasság Magyarországon. Mások mellett Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is videóüzenetben köszöntötte a házasság hete rendezvény sorozat pécsi nyitó eseményén megjelenteket. A házasság világnapján tartott ünnepségen Hoppál Péter országgyűlési képviselő kiemelte, a házasságkötések, valamint a gyermekvállalási kedv növekedése példamutató teljesítmény, amire mi magyarok büszkék lehetünk. 2010-hez képest több mint 2%-kal nőtt a születések száma, emellett közel megduplázódott az esküvők száma is. Ez derül ki a legfrissebb statisztikákból. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a házasság világnapján tartott köszöntőjében kiemelte, a gyermekvállalási kedv és a házasságkötések európai rekordnak számító növekedése valóban példamutató teljesítmény, melyre mi magyarok büszkék lehetünk. Az az életforma, ami az ember teremtettségénél fogva, a társas lény mi voltunknál fogva, a természetes közegünk. Ezt a természetes közeget kell megerősíteni. Sok minden ez ellen szól, ideológiák támadják a házasságot, az egy férfi és egy nő természetes kötelékét és az abból születendő gyermeket és az ezáltal alakotott családot. De nekünk, a normalitás embereinek, akik nagyon sokan vagyunk, de csöndesebbek vagyunk, naponta ki kell állnunk a család és a házasság értéke mellett. A pécsi Székesegyházban tartott eseményen korlátozott számban lehettek jelen a hívek, akik a köszöntők nagy részét is videó üzenet formájában tekinthették meg. Eleinte elkeseredtünk, hogy nem fogunk tudni semmit csinálni, mert nagyon másmilyen szokott lenni ez az ünneplésünk, hiszen határon túlról is évente olyan 60-an el szoktak jönni erre az ünneplésre. És akkor a végén azt gondoltuk, hogy hát az nem lehet, hogy ne történjen semmi, és megpróbáltuk összeadni a tudásunkat, hogy mit lehetne egyáltalán csinálni. És nagy örömünkre szolgál, hogy a határon túlról is nagyon sokan bejelentkeztek, akik úgy gondolják, hogy nincs házasság hete anélkül, hogy nézte vennének ezen az ünnepségen. Ezerszer is igen, ez a mottója az idei házasság hetének. A rendezvény rávilágít arra, hogy a házasság napjainkban sem idejét múlt kötelék. Az idei házasság hetének az üzenetét külön kiemelném, ez az ezerszer is igen, hogy nem elég egyszer ezt mondani, hogy igen, szeretlek, aztán majd csak lesz valahogy, hanem ezt naponta többször is meg kell erősíteni egymásban és egymással, hogy mi összetartozunk, és hogy mi igenis a nehézségeken keresztül is szeretnénk egymást. A Szent Mise után mások mellett Felföldi László pécsi megyéspüspök, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, Molnár Balázs a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökhelyettese, valamint Bíró László tábori püspök videóüzenetben mondta el gondolatait a házasság világnapjához és a február 7-e és 14-e között zajló házasság hete eseménysorozathoz kapcsolódóan. Ezután meghívott vendégként Éger Csaba és Pünkösti Marcsi tartott tanúságtevő előadást Szeretni mellét szegődtem címmel. Törökkori aranyozott ezüstből készült fátyoltű Cikó Eszter pusztáról. Ez februárban a hónap műtárgya a Vosinszky-Mor megyei múzeumban. A csüngő díszekkel is ékített régészeti anyagról Kátót Gáborral beszélgettünk. A tavalyi 2020-as év elején egy fémdetektoros régészeti aktivista ajándékaként egy közel 400 éves fátyoltű került a Vosinszky-Mor megyei múzeum régészeti anyagába. A tű Cikó és Ófalu határában a 17. században elpusztult Eszter pusztán került elő, a rezgőtűk csoportjába tartozik, melyek a tűkön lévő kis csüngődíszek mozgásáról kapták a nevüket. Magáról a hajtűről annyit lehet mondani, hogy aranyozott ezüst az alapanyaga, égköves díszítés található rajta, illetve csüngődíszek. Ezek a hajtűk írott forrásokban is szerepelnek a 1600-as évektől kezdve. Ilyen gömbfejű hajtűk, a nemes hölgyek fejét díszítették, de nyilván egyszerű példányokban a köznép között is terjedt. A hajtűnek még az az érdekessége, hogy nagyon
hasonlít a Bád udvarnoki hajtőre. Valószínűleg egy műhelyben készülhettek. Ugye Bád udvarnok az Somogy megyében található, tehát így a Dél-Dunántúlon, Kaposváron is került elő hasonló hajtő, az egy kicsit stílusában más képvisel, mint a Bád udvarnoki és az Eszterpusztai hajtő, de nyilvánvaló, hogy itt lehetett egy ötvös műhely, melynek a termékei voltak ezek a fejdíszek. A sírokból előkerült tűkkel kontyot vagy fátylat rögzíthettek. Mind a konty, mind a fátyolviseletre vannak írásos adataink is. Wilhelm Dillich 1600-ban a fátyolhoz használt tűkről így ír. Fátyolukat fejük körül csavarják, s nagy gömbös tűkkel szúrják le. A hajtű két félgömbből áll össze, a két félgömb össze van forrasztva, illetve a félgömbnek a teste az áttört, tehát az áttörések pedig kör, illetve rombusz formákat ölelnek. Ugye a rombusznak a közepén találhatóak ezek a foglalatos égkövek, illetve a rombusz sarkaiban pedig ilyen gyöngyimitációs filigrán díszek láthatóak. Ugye magának a fátyoltűnek a tetején van egy korona, egy háromágú korona, csúcsdísszel. És ugye ami még érdekes, hogy ilyen csüngődíszek találhatóak még a gömb testén, és a csüngődíszek is égkőberakásosak. Apor Péter Metamorfózis Transzilvániae című 1736-ban írt munkájában a székely asszonyról ezt írja. Minden lófő vagy darabant embernek az felesége nagy kontyot viselt, abban nagy két tőt szúrt fel, mintha két szarva lett volna. Az konty felől való része az tőnek hólyagos volt. Némelyeknek az hólyagja aranyas, az többinek olyan volt, az micsodás tőle kitölt. Ezek nagyon sokban hasonlítanak a tavalyi évben bemutatott füstös tó dűlői gyűrűhöz. Azon a gyűrűn is égkőberakásos díszítések voltak láthatóak, illetve csüngő dísz azon is volt, de a csüngő díszeken nem voltak égkőberakások, tehát azok ilyen egyszerűbb, úgymond lakat formájú csüngődíszek voltak, és a hajtűknél is az vehető észre, hogy a balassagyarmati hajtűn ott még a lakatforma dominál, tehát az látható a lakatformájú a csüngődísz, de a többi esetben viszont ilyen elnyújtott téglalap alakúak a csüngők, és a csüngők nem őrzik már a lakatnak a formáját, hanem a legtöbb esetben égkőberakásosak. Tehát úgy tűnik, hogy a kezdeti időszakban a lakatdísz az volt divatban, és később időben pedig stilizálódott, és elveszítette az eredeti formáját, és ilyen lekerekített téglalap alakú lett a díszítés. A 16.-17. századi temetőkből viszonylag nagy számban kerülnek elő hajtűk. Az egyszerűbbek bronzból készültek, de vannak díszesebb példányok is. Nemes fémből, filigrán díszítéssel, égkővel. Előfordul, hogy egy-egy sírból egyszerű és díszes nemes fémből készült tűk vegyesen kerülnek elő. Keltezésükre támpont az 1882-ben előkerült Bánfi Hunyadi kincslelet, melyben nem csak díszes tűk voltak, hanem Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622-ben és 1625-ben vert pénzei is. Általában ezeket a tűket a pártában járó lányok hordották, tehát akik jegyesek voltak, vagy még a jegyesség előtt, tehát hogy a fiatal lányok hordották, ugyanígy a gyűrűt is. Ugye a maga a lakat, vagy
Tehát a lakat az a mai napban is ugye egyrészt a hűségnek a jelképe, tehát az örök összetartozás. Ugye itt már a lakat motívum nem jelenik meg, de mint mondtam, hogy a gyűrűknél is, és egy esetben a fátyoltűknél is díszítő elemként szerepel a lakat. Tehát, hogy még az is lehet, hogy ilyen jegyajándékként kaphatták a ifjú hölgyek. Tehát ugye ez aranyozott ezüst, nyilván egy módosabb hölgyé lehetett, viszont nagyon sok esetben egyszerű bronz és díszítetlen hajtűk is előkerülnek, illetve olyanok, aminek a végén csak egy gombocska van, tehát mint egy gombos tű vagy kötőtű. Régészeti adatok alapján tehát a 16. század elejétől a 17. század első feléig voltak divatban a gömbtagú fátyoltűk. Így az eszterpusztai fátyoltűt is erre az időszakra lehet datálni, ennek is inkább a második felére. A Babits Mihály művelődési ház megnyitásával szinte egy időben indultak meg azok a szakkörök, és az a módszertani munka, mely a megye népművészetének tovább örökítését szolgálta. Német Pálné, Szabadi Mihály és Mözsi Szabó István munkájának köszönhetően kezdtek szakkörök működni az egész megyében. Ma a Tolna megyei Népművészeti Egyesület szervezi ezt a munkát. Komjáti Tamásné elnökkel beszélgettünk a kezdetekről. Az 1970-es évek második felére a Babits Mihály Művelődési Központban számos kis csoport működött már. Többek közülük tárgyalkotó tevékenységet folytattak. A ház három munkatársának, Németh Pálnénak, Szabadi Mihálynak és Mözsi Szabó Istvánnak módszertani munkája a megye egészére kiterjedt, melynek következtében számos vidéki házban is csoportok jöttek létre. Ők voltak azok, akik gyakorlatilag a megye alkotóival kapcsolatot tartottak, és szakmailag a munkájukat segítették. Ezen kívül dr. Németh Pálné létrehozott egy hímző szakkört, ami majdnem 50 éven keresztül működött itt a Babitsban, és Mözsi Szabó István miután visszajött Fótról, akkor ő létrehozott egy szőnyegszövő szakkört, az általa tervezett szőnyegszövő állványjal lehetett szőnyegeket készíteni. Ez akkoriban azért volt nagyon nagy újdonság, mert a kis lakásokban is elférő állványjal gyakorlatilag olyan használható szőnyegeket, terítőket, akkor tarisznyákat lehetett készíteni, ami használható volt. Tehát nem csak ilyen kis játékszereket lehetett készíteni, hanem komoly nagy szőnyegeket is. Ezen kívül nagyon fontos volt a Németh Pálné és Mözsi Szabó István, meg Szabadi Miska bácsi számára is, hogy a folklórkincset és a Tolna megyei tárgyalkotó népművészetnek a hagyományait összegyűjtsék. Éppen ezért ők gyakorlatilag azon kívül, hogy az alkotókkal foglalkoztak, komoly gyűjtőmunkát végeztek. Múzeumokban is eljártak például a sárközi hímzésnek a legszebb darabjait, például a Debreceni Múzeumban találta meg dr. Németh Pálné, és ezekből az összegyűjtött munkákból olyan módszertani füzeteket készítettek, ami segítette az alkotóknak a munkáját. Nagyon magas elismertsége volt szakmailag dr. Németh Pálnénak is, Mözsi Szabó Istvánnak is, Szabadi Mihálynak is, tehát gyakorlatilag ők olyan tudással rendelkeztek, hogy tudták segíteni ezeknek az alkotóknak a munkáját. Hogyha személyesen abban a szakákban ők nem is voltak otthon, akkor oda tudták irányítani ahhoz az ország valamelyik más pontján lakó szakemberhez az illető alkotót, aki aztán tovább tudta lendíteni a munkájában. Tehát nagyon szakmailag nagyon felkészültek voltak abban, hogy az alkotókat segítsék, és az igényes, gyakorlatilag hiteles alkotás felé tudják őket irányítani. A Népművészeti Osztály a Népművelési Intézettel és ebben Borbély Jolánnal közösen kidolgozott egy olyan szakmai anyagot, mely a szakkörök vezetőinek nyújtott segítséget. Ennek következtében lehetett díszítőművészeti oktatói engedélyt szerezni. Ezek két éves, elég komoly
tanfolyamok voltak, és hímzésből, szövésből lehetett gyakorlatilag ezekből végzettséget szerezni. És akkor gyakorlatilag nagyon sok olyan rátermett pedagógus, aki egyébként szeretett kézimunkázni is, jelentkezett erre a tanfolyamra, hogy az lett az eredménye, például Dombóváron, Élő Lajosné, Kaposszegcsőn, Veszeli Józsefné 45 éven keresztül szakkört vezetett, és gyakorlatilag országos hírű szakköröket vezetett. De itt volt például Majoson Lőrinc Aladárné, aki a népművészet mestere volt, és ő meg szövést tanította a saját körzetében. Úgyhogy rendszeresen voltak olyan találkozók, olyan megbeszélések, tehát itt a Babicsban, ahol tudtak egymással találkozni az alkotók, és mindig kaptak valami olyan új iránymutatást, amivel tovább tudták lendíteni az akkori munkájukat. Voltak olyan országos pályázatok, aminek a szervezője, rendezője volt a Babics, közösen a múzeummal, és közösen a Népművelési Intézettel. Ilyen volt például az országos szőttes pályázat. Akkor koordinálta például a Babics Művház a másfajta szakágakban lévő országos pályázatokat. Például a fafaragók számára, akkor a hímzők számára kiírt pályázatokat. Itt ezt mind az itt dolgozók segítették ebben az alkotókat, hogy a munkájuk eljussanak az ország különböző pontjaira. A ház elsők között adott otthont az országos népművészeti kiállításnak, melynek azóta is rendszeresen helyet biztosít. Pont azok az alkotók érezték úgy, hogy kell egy egyesületet alakítani, akik az előző időszakban aktív alkotók voltak. De akkor nem volt úgymond igény arra, hogy külön egyesületet, hát nem is lehetett ugye a rendszerváltás előtt, de nem volt igény arra, mert azt a fajta módszertani segítő munkát, amit most az egyesületünk lát el itt a megyében, azt akkor a Babics látta el. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, és ma már 104 alkotót tudhat soraiban. Megalakulásában oroszlán részt vállalt Szabadi Mihály is. Az egykori népművészeti osztály munkatársairól Komjáti Tamásné azt mondja, a mai napig rányomja bélyegét munkásságuk Tolna megye népi alkotóművészetére. Farsangi fánkkal kínálták az embereket a Szekszádi Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai. A program során tea is járt a desszert mellé. Utóbbiból közel 300 adag készült. A szekszádi lakosok örömmel fogadták a kezdeményezést. Volt, aki azt mondta, felüdülés, hogy hónapok óta először egy esemény részesévé válhat. Csak szép, enyhén sült legyen, ne süljön meg nagyon. Forró olajban sülnek a fánkok a Szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központ hétvégi eseményén, melynek során 300 darabot osztottak ki az ízletes desszertből. A program a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlott, tehát kizárólag másfél méteres távolságot betartva várakozhattak az emberek, és a finomságot csak elvitelre kérhették. A desszert mellé forró teával is szolgáltak a szervezők, mindezt teljesen ingyen tették. Az odalátogatók örültek a kezdeményezésnek, hiszen a jelenlegi járványhelyzet miatt szinte teljesen megszűnt a közösségi élet, egyhangúvá váltak napjaink. Egy este 8-10 óra közötti sétának nagyon tudnék örülni, mert nem tudok jól aludni, és olyan jól esne egy kis levegő. De hát ez most egy szuper ötlet volt, ez a fánkozás. Ez egy nagyon jó dolog, igen, és egy lépés előre. Én szerintem, hogy kellene nyitni, én azt mondom. A Babics Mihály Kulturális Központ már régóta szeretett volna valamilyen rendezvénnyel kedveskedni a szekszárdi lakosoknak. Ehhez nyújtott kiváló alkalmat a farsangi időszak, mondja Gödrei Zoltán, a Kulturális Központ kommunikációs vezetője. Ezt a kezdeményezést, ezt így a farsang apropóján hívtuk életre, ez egy ilyen farsangi fánki délelőttünk. 300 adag fánkot készítünk, és a nagyon-nagyon finom farsangi szalagos fánkok mellett nagyon finom forró teát is osztunk. Tehát mégiscsak farsang van.
itt van a farsang időszaka, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt az időszakot feldobjuk ezzel a farsangi fánk és tea osztással, ami hála jó Istennek nagyon-nagyon nagy sikernek örvend. Mi nagyon-nagyon szerettünk volna valamivel kedveskedni, és ugye a kettő ez pont találkozott. Tehát itt a farsangi időszak, mivel is lehetne kedveskedni, hogyha nem valami jó kis fantasztikus fánkkal itt feldobni a szombat délelőttöt. És még egyszer mondom és hangsúlyozom, hogy hála Istennek úgy néz ki, hogy ez a kezdeményezés bejött. Ahogy a közönség velünk tart az online felületeinken, úgy itt is nagyon szép számban jönnek a résztvevők. Természetesen a járványügyi előírásokat mindenki nagyon szépen betartja, átadjuk a fánkot, átadjuk a teát, és elviszi. És ha már farsangi időszak van, akkor szeretném jelezni még, hogy még mindig lehet jelentkezni a Maskaramustra nevezetű farsangi jelmezkészítő versenyünkre. Várjuk a képeket a megadott elérhetőségen, be lehet öltözni, ott is értékes nyeremények várják a jelentkezőket, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy csináljuk, és nagyon jó kis dolgokkal, programokkal készültünk így farsangra. A farsangi időszak hossza évről évre változik, mivel zárónapja húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszt napján, vagyis január 6-án kezdődik, és a húsvétot megelőző 40 napos nagybőjt kezdetéig, azaz hamvazó szerdáig tart, mely idén február 17-ére esik. Több mint 40 éves hagyomány már Szekszárdon, hogy február 3. hetében színpadra lép a Szekszárd Big Band. A pandémia miatt azonban megszakad ez a hagyomány. Pecei István, az együttes vezetője azt mondja, csak a dátum változik, de a koncert lesz. Ezek a Szekszárd Big Band tavalyi koncertjének felvételei. A zenekar a vírus veszély miatt már hónapok óta nem tudott muzsikálni, így a hagyomány egészen biztosan megszakad. Megtörik itt a hagyományunk, hiszen az 1979-ben alakult Szekszárd Big Band, ugye 80-ban kezdtünk hangversenyezni, 40 éven keresztül dr. Kelemen Endre főorvos és első zongoristánk tanácsára minden február 3. hétfőjén tartotta a hangversenyét. Ez most 41 év után először lesz másképp, mert hogy most egészen komolyan megváltoztak a lehetőségek, sajnos. Várjuk azt az időpontot, amikor ismét élőben a közönségünk elé állhatunk. Kitoljuk a hangversenyünk időpontját arra az időpontra, amikor az átoltakozás olyan szintű lesz, hogy ismét lehet rendezvényeket tartani. Reméljük, hogy ez talán pünköst körül már így lesz, és akkor most az következő hangversenyünk nem februárban, hanem pünköstkor fog következni. Nehéz a dolog, mert úgy láttam, hogy egy kicsit mindenkit megvisel, megvallom őszintén, hogy engem is. Isten igazából a zenélés az egy nagyon fontos társas kapcsolat. Azon fölül, hogy előállítunk egy produkciót és egy értéket, azon fölül az egymással való diskurzusok és az energia átadások, átvételek, ezek rendkívül fontos szerepet töltenek be az életünkben. Részegek a csillagok, őt iszik fenn a hold, álmos őre felköltözött furcsán én bolyon. Különös szilveszter, köszön egy hóember, utána nézd, míg száll velük a bűvös szél. Különös szilveszter, táncol a hóember, akár egy filmben felvillassok furcsa kép. Most az egyéni gyakorlásoknak és a fejlesztéseknek van az időszaka.
Reméljük, hogy ezt mindenki így is teszi, és hogy a produkciónkon hallani fog, hogy senkinek a tudása nem kopott meg ebben az időszakban. De hogy a Big Band barátai nem adjanak zene nélkül, addig is, amíg újra láthatják élőben kedvenc együttesüket, a Tolnatáj Televízió rövidesen február 21-én 20 óra 30-tól tűzi műsorára a zenekar tavalyi koncertjét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!